hogyan tanuljam a szavakat kezdőként, hogy meg is maradjanak. Talán ez az egyik legnagyobb problémájuk a kezdő nyelvtanulóknak, úgyhogy ebben a videóban ezzel fogunk ma foglalkozni. Tarts velem ma is! Hoztam három szótanulási tippet nektek kezdőknek, hiszen tudom, hogy amikor a nyelvtanulás kezdetén vagyunk, sokszor annyiféle nehézségbe ütközünk, hogy legszívesebben a hátunk közepére se kívánnánk a nyelvtanulást. Sokszor szoktam mondani, hogy az eleje valóban nagyon nehéz és munkás, amíg eljutunk legalább egy alap nyelvhasználathoz. Hogy mondjuk ne adjanak el minket az adott nyelven, most konkrétan angolul. De ez valójában bármilyen nyelv igaz. Meg kell értenünk a nyelv szerkesztésmódját, hogyan alkotunk mondatokat, kell legyen egy jó pár száz szavas szókincsünk ehhez, és ami a legfontosabb, bátornak kell lennünk első perctől kezdve, hogy ne csak tanuljunk, hanem használjuk is, amit már tudunk, azaz merjünk megszólalni. Ebben a mai videóban a szókészletünk fejlesztéséről lesz szó kifejezetten, és három egyszerű, ugyanakkor nagyon fontos tippet hoztam azoknak, akik kezdőként szeretnék fejleszteni a szókincsüket. Az első tipp így hangzik. Szavak helyett tanulj rövid szókapcsolatokat. Igen, én ezt már nagyon sokszor hangsúlyoztam, de nem tudom eleget. Semmi értelme nincs szavakat magukban tanulni. Jobb oldal, bal oldal angol, magyar, megfelelő, ismerős. Nem csak, hogy sorrendben tanulás lesz belőle, hanem értelmetlen magolás. Ráadásul nem fogod tudni azt kontextusba, az a szövegkörnyezetbe helyezni. Mert lehet, hogy megtanulod, hogy a nap egyenlő szan, de biztos, hogy fogod tudni, hogy melyik napra gondolsz? Az égi testre? Vagy a hét napjaira? Ez most egy nagyon triviális példa volt, valószínű, hogy ezt már pont tudod, de amikor a legelején vagyunk a nyelvtudásunkban, akkor ezeket ugyanúgy nem szoktuk még tudni, és lehet, hogy egyből rosszul tanulod meg evéget. A másik pedig a memória véget fontos az, hogy ne csak magukba tanuljuk a szavakat nem fogod tudni előhívni a megtanult szavakat, ha azokat ugyanúgy tanulod meg, hogy csak lógnak a levegőben. Muszáj kötnöd valamihez ahhoz, hogy szó szerint bekampózd a hosszú távú memóriádba, és így könnyebben lesz előhívható is. Gondolok itt akár arra, hogyha már rajzolsz mellé mondjuk egy képet, már is bejebb vagy. De az is nagyon szuper, hogyha mersz mondjuk szókapcsolatokat tanulni. A szókapcsolatokban való tanulásnak kettő titka van. Egy, nagyon rövid legyen, tehát két-három, maximum négy elemből álljon. Kettő, lehetőleg az egyetlen ismeretlen szó benne az legyen, amit meg akarsz tanulni. A többi, az ne legyen benne ismeretlen. Például, a long day, egy hosszú nap, ez egy szókapcsolat, vagy sun in the sky, nap az égen, a sleepy child, egy álmos gyermek, a comfortable armchair, egy kényelmes fotel delicious dinner, finom vacsora, és hasonlóak. Tehát ezeket értem szókapcsolat alatt. Hogyha nem tudsz magadnak ilyen szókapcsolatokat összeállítani, amelyek helyesek is, akkor érdemes segítséget kérni valakitől, vagy eleve olyan forrásból tanulni, ahol ilyen szókapcsolatokat tanulsz. Nekünk is van ilyen oktatóanyagunk, ami kifejezetten hangold magad, szókapcsolatokra angolul címre hallgat, és kezdőtől teljesen felsőfokig találsz benne hasonlóakat. A kettes tippem úgy szól: szavak helyett tanulj rövid, komplet mondatokat. Igen, mondatokban is lehet ugyanezt megcsinálni, bár tudom, hogy sokan megijednek a mondatok tanulásától, mert arra hivatkoznak, hogy túl sok elemből áll, nem tudják azokat megjegyezni. Ez esetben is kettő dolgot javasolnék. Az egyik az lenne, hogy nagyon rövid mondatokkal kezdj, amik annyira rövidek, nyúlfarknyi hosszúságúak, hogy tényleg könnyen előhívhatóak. Például, take it easy, vedd könnyedén, ez egy mondat, vagy go home, menj haza, turn right, fordulj jobbra, make me happy, tegyél engem boldoggá. Hát tudod, ezek ilyen nagyon egyszerű kis mondatok, nyúlfarknyi hosszúságúak. Kettő. Adja mondat tanulásnak még egy esét és több időt, hogy helyesen rögzülhessenek. Mivel több elemből állnak a mondatok, természetes, hogy több idő kell a megtanulásukhoz. Viszont ezzel arányosan sokkal hasznosabbak, mert a beszédbe sokkal könnyebben, készen bedobhatók. Saját magamon is tanítványaimon is megfigyeltem, hogyha nem is egyből, de kis idő után, azért ezek a mondatok valahogy zsigerből automatikusan feltörnek bennük, előjönnek, amikor szükség van rájuk. És ehhez a hangos tanulás, a sok ismétlés, a gyakorlás kell. Így szó szerint egy életre belénk tud égni az az adott mondat. Szóval érdemes rövid mondatokban tanulni szavakat is. Minél egyszerűbb, annál jobb. A harmadik tippen már a szótanuláshoz így hangzana. Helyez bele az új szót, kifejezés mondatot a saját életedbe. Tehát a személyre szabás itt a kulcs. Bármi újat tanulsz, mindig gondold át, hogy az hogyan passzol az az adott szó, szókapcsolat, kifejezés mondat a te életedbe vonatkoztasd el magadra, és futtasd végig a fejedben, hogy milyen helyzetben tudnád azt használni. És valójában ezzel már eleve összekapcsolod azt az adott dolgot a saját életeddel, ami egy kötés. Tehát, ahogy mondtam, ez is egyfajta memorizálás segítő kötés, horgony technika. Akár fejben végig futtathatod az élethelyzeteket, el is játszhatod magadban, ezzel is elkezdve használni, gyakorolni az új szóelemet, szóelemeket. Sokszor tudom, hogy ellenállásba ütközünk diákoknál, hogy erre soha nem lesz szükségem, mondanak ilyeneket, de én azért azt mondom, hogy ez azért nem egészen így van. Lehet azt mondod, hogy hát nekem erre a mondatra most pont nincs szükségem, de lehet, hogy szükséged lesz hamarosan, és azt is tudod csinálni, hogy újra alkotod, újra írod azt a mondatot, magadra szabod. Szóval szűrd meg, amit tanulsz, priorizálj bátran, és kezdje a hétköznapi szókészlettel, fokozatosan haladja szakmai vagy akár a tudományosabb irányok felé, de legyen benne nyitottság, mert nem tudhatod, mikor lesz rá szükséged. A lényeg, kérlek, ne magold sorrendbe értelmetlenül a szavakat önmagukba, kidobott idő lesz, amit másra is szánhatnál.